Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőit, és most már mondhatjuk azt, hogy hagyomány, hogy itt csütörtökönként a női egészséget vesszük górcső alá, és olyan témákkal foglalkozunk, ami elsősorban a hölgyeket, illetve hát a családokat érinti. A mai témánk pedig a meddőség lesz, és nagy szeretettel köszöntöm szakértő vendégünket, Hagymásini László főorvos urat, a kórház főorvosát, osztályvezető főorvosát. Köszönöm, hogy itt van velünk ismét. Köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a nézőket. A meddőség az tulajdonképpen, hogyha most bele akarunk gondolni, mikortól beszélhetünk meddőségről? Vagy mi az az időpont, amikor mondjuk érdemes egy párnak, egy házaspárnak elgondolkoznia azon, hogy esetleg érintett lehet, mikortól kezdjünk el aggódni? Hát igen, ez gyakorlatilag nem, van egy terminus technicus, ami pontos meghatározás, de nem lehet pontosan meghatározni. Hát a szakma szabálya szerint akkor beszélünk meddőségről, vagy teherbeesés képtelenségről, hogyha egy pár, egy házaspár fogamzásgátlás nélkül rendszeres szexuális élet mellett egy éven keresztül nem esik teherbe. Tehát egy év eltelik, és egy év alatt nem esik teherbe, akkor beszélünk meddőségről. Ma Magyarországon ez elég gyakori, a pároknak kb. 15-20%-ánál fordul elő. Mi lehet ennek az oka? Hát ennek több oka van. Ez is lehetnek fő csoportot tudjuk venni, az egyik lehetnek azt így mondjuk, hogy szervi okai, organikus okai, és lehetnek ugye funkcionális, ugye hormon eredetű okai a teherbeesésnek, és hát a maga a teherbeesési képtelenség az két fő csoportra osztható még, hogy lehet, hogy a hölgyeknél van a probléma, és lehet, hogy az uraknál van a probléma, vagy mind a kettőjüknél. Ezt úgy szoktuk mondani, úgy van a tapasztalatunk, hogy kb. A meddőpároknak az egyharmadánál a hölgyeknél van valamilyen ok, amiért nem esik teherbe, egyharmadánál pedig az uraknak, a férfiaknál van probléma, már nagyon sokan vannak, úgyhogy probléma van náluk, és van, amikor mind a kettőjüknél van, ez a másik egyharmad. És tulajdonképpen úgy külön kell venni mind a két csoportot, és hát tegyünk vissza esetleg a nőknél, hát itt lehetnek, hogy mondtam, hormonális és organikus okok, amikor a petefészek nem működik jól, több oknál fognak, akkor azért nem esik teherbe, vagy valami olyan betegségen esett át, nőgyászati betegségen, ami kizárja ennek a lehetőségét. Mondjuk mi a teendő akkor, amikor mondjuk család alapításban gondolkodik egy pár, és ugye kudarcokkal szembesül, meddig tudnak elmenni mondjuk a Fejér megyei Szent György kórházban, vagy hogy néz ki, mire készüljenek föl, akár A, akár B ok esetében? Hát a szülészeti osztályon van egy meddőségi ambulancia, és a progresszív betegellátásnak megfelelően a környék minden területéről fogadjuk a betegeket, a meddőpárokat, és hát először is kell két komplet kivizsgálást kell végeznünk, meg kell keresni az okát, hogy mi az oka a meddőségnek, és akkor tudunk valami bizonyos beavatkozást végezni. Tehát az egyik oka lehet, ugye, mint mondtam, hogy funkcionális oka lehet, amikor megérkezik a pár, akkor a hölgyeket kell kivizsgálnunk, mindig a legkisebb beavatkozásokkal kezdjük, tehát bizonyos hormonvizsgálatokat végzünk, hogy nincs-e valami hormonális oka, mert hogyha a petefészek nem működik megfelelően, aminek lehet több oka, például tartósan szedett fogamzásgátló tabletta, lehet például van ilyen, hogy policisztás ovárium, ezt hallottak már nézők, biztos ez PCOS-szindróma, ami miatt szintén nem tud teherbe esni, vagy korai menopauza, valakinek már 35 éves korában elmarad a menstruációja, a petefészek nem tud megfelelően petesejtet termelni, és ezért nem tud teherbe esni a hölgy. Tehát ezeket a laboratóriumi vizsgálatokkal végezzük ezeket a vizsgálatokat. A férj részéről meg el kell végezni egy andrológiai vizsgálatot. A kórházunkban működik andrológiai rendelés. Egy kollégánk végzi, aki egyben andrológus, urológus és andrológus is, és akkor a férfiaknak is egy komplex vizsgálatot történik, urológiai, andrológiai, fizikális vizsgálat, illetve egy spermia antológia és spermatokamnak a vizsgálata, megnézzük, hogy mennyire aktívak ezek a spermiumok, amelyekkel teherbe kell ejteni a párját, és hát sajnos ez nagyon gyakori, hogy ezek mai férfiak között olyan sok van, akiknek nem megfelelő eleve, nem képesek teherbe ejteni a párjukat. És hát amikor ezek a vizsgálatok megtörténtek, akkor keresjük az organikusokat, tehát ez egy komplex nőgyászati vizsgálatot végzünk, nincs egy miómája, az is okozhat teherbeesési képtelenséget, vagy nincsenek súlyos összenővések, ha esetleg keressük a hasat, és azért végzünk mindent laparoszkópos és hiszteroszkópos vizsgálatokat. Ennek az a lényege magyarul, a hiszteroszkópia, amikor benézünk egy kis kamerával
a mély üregében, és azt nézzük meg, hogy a mély üregében nincsen valami ok, egy szeptum, egy fejlődési rendellenség, ami miatt nem tudta elbeesni. A másik a laparoszkópia, amikor pedig a hasüregbe egy kamerával tudunk bemenni, megfelelő technikákkal, és akkor pedig a tuteusznak szintén nézzük, hogy nincsen valamilyen fejlődési rendellenség, nincsenek összenövések, esetleg volt egy vakbélműtétés, amiatt volt egy összenövés például, illetve nincs egy endometriózis, mert az is a okok közé szerepel, hogyha valakinek úgynevezett endometriózisa van, erről meg később esetleg fogunk beszélni, amikor attól sajnos súlyos összenövések jöhetnek létre ugye utána mély körül, mint a PETE vezetéknél, és nagyon fontos megnézni, hogy a PETE vezeték átjárható-e. Amiben a PETE vezeték nem átjárható, ezt mondjuk, tehát ahhoz, hogy valaki telbe tudjon esni, ha valamelyik PETE vezetéknek legalább a kettő közül átjárhatónak kell lenni, mert ha nem átjárható, akkor PETE sejt ugye nem találkozhat az hímival sejtel, és akkor te abszolút nem tud telbe esni ilyen természetes úton. És amikor ezeket a vizsgálatokat mind elvégeztük, akkor döntünk a kezelésről. És hogyha csak a férfinél van probléma, akkor az andológiai kezelés történik, és amikor már úgy néz ki, hogy alkalmas, akkor jön a tehebbeesés. Ha pedig a hölgyeknél van a probléma, akkor a funkcionális, akkor megfelelő hormonális kezeléseket állítunk be, vagy ha kell, akkor a laparoszkópiával is tudunk műtéti technikát végezni, mert az összenövéseket oldani tudjuk, hogyha a policisztás ovárium szindrómája van, akkor egy kis ciszták vannak, amelyek nem tudnak megnyílni, és ezért nem tud petefészekből a petesejt kiürülni, akkor ezt ilyen elektromos koagulációval megnyitjuk ezeket a cisztákat, és nagyobb esélye lesz a tehebbeesésnek, és megfelelő műtéteket elvégezni. És hát ha attól függ, hogy milyen ha eredménytelen az első hormonális kezelés, és lehetőség van a természetes telbesésre, akkor még tudunk végezni Székesfehérván úgynevezett homológ inszeminációt. Ennek a homológ inszeminációnak a lényeg az pedig, hogy a férfinak a sperma sejtjeit, mivel leadja, megfelelő körülmények között előkészítjük, koncentráljuk, és steril körülmények között a pályának a mély üregébe fecskendezünk be. Nagyobb az esélye tehebbeesésnek, hisz bizonyos barriereket, gátakat a hüvelybe is nagyon sok spermiumsejt elvész, elhal, a nyakcsatornán is át kell haladni, ezeket mind kiküszöböljük, hanem direkt közvetlen a mély üregébe, és nagyobb az esélye a tehebbeesésnek. Amivel ezt mind elvégeztük, és eredménytelen, tehát változatlanul eredménytelen, akkor pedig javasoljuk a mesterséges lombik, úgynevezett lombik programot, így ismerik a nézők, amikor IVF központokba lehet, küldjük el a párokat, és ott folytatódik. Akkor, hogyha azért jól gondolom, a meddőségi ambulanciát, aki felkeresi, akkor ott azért számíthat arra a komplex törődésre, tanácsadásra, felvilágosításra, tájékoztatásra, ami ilyenkor szükséges. Mert hát nyilván, amikor szembesül azzal egy pár, vagy akár egy hölgy, hogy nem sikerül a családalapítás, akkor az nyilván azért érzelmileg is megviseli. Hát ez mindenképp megviseli érzelmileg a párokat. Az egyik, ami megviseli őket, hogy nagyon hosszú a procedúra. Tehát mellem eltelik több év, rászánják magukat. Mert azt mondjuk egy év múlva lehet, mondjuk ki azt, hogy valaki nem esik teherbe, és akkor meddő, de mondjuk sokkal többet várnak. Amikor eljöttek a vizsgálatok, akkor pedig elhúzódnak ezek a vizsgálatok. Ezeket egy-két hét alatt nem lehet elvégezni, hanem hónapokig eltart, mielőtt teljesen végeljünk. Ha már megvan a diagnózis, akkor szintén hónapokig eltart a kezelés, és akkor még mindig lehet, hogy eredménytelen, és akkor megyünk tovább. Nagyon megviseli a párokat. Eleve pszichés, nagyon sok a pszichés momentum ebben a helyzetben. Például vannak olyan szituációink, hogy eltelik már több év, éveken keresztül, minden vizsgálatot elvégzünk, minden kezelést megtettünk, és eredménytelen, és akkor nem mondanak a párok arról, hogy természetes úton termes, és akkor gyermeket örökbe fogadnak. És amikor örökbe fogadják, egy év múlva spontán termesnek. Több ilyen esetünk is van. Megszűnik az a gát, megszűnik az a görcs a párnak, ami miatt nagyon akarták ezt a terhességet, és utána pedig érdekes módon spontán terhbe tudtak esni. Ez mind azt bizonyítja, hogy milyen pszichés hatás van. Nagyjából milyen eredményességgel tudnak itt helyben segíteni? Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban vannak-e számok, vagy statisztikák akár. Hát én úgy gondolom, hogy nagyon jó eredmények vannak, hisz, mint mondtam, 15-20%-ban a párok meddőek, de nagyon, majdnem 60-70%-ban eredményeket érünk el, vagy a természetes úton a spontán kezeléssel, az homológ inszeminációval, vagy pedig amennyiben mindez eredménytelen, akkor ma már a lombik programokban, ha elutaljuk őket, ott is a IVF központokban mintegy 30%-os az eredmény annak, hogy a tehebe esnek és létrejön a teljesség.
A meddőségnek lehetnek egyébként mondjuk ilyen civilizációs okai. Régebben olvastam például a férfiak esetében egy ilyen ismeretterjesztő sorozatot, ahol például a szűk farmerekre hívták fel a figyelmet, hogy az nem feltétlenül tesz jót. Tehát, hogy vannak ilyen civilizációs okai a meddőségnek? Biztos, hogy van. Tehát biztos, hogy van, hisz azt tapasztaljuk, hogy például a férfiaknál nagyon növekszik a terméketlenség, tehát nem tudjuk elvejteni a alkalmatlanak a tehevesésre. Ugyanis nagyon sok bizonyos fejlődési rendek is vannak, hogyha a herrék azok nem megfelelően vannak, akkor probléma lehet, vagy nagyon sok alvűnet, varikok elének nevük, ilyen visszaértágulatok vannak, elhanyagolják, nem mennek el megoperáltatni. És hát természetesen az alkohol, a dohányzás, a kábítószer, ezek mind gátolják és akadályozzák ezeket a folyamatokat. Illetve visszatotolni. És hát az ülőmunkahely, rengeteget ülnek, vagy számítógép mellett ülnek, vagy olyan munkahelyeken ülnek, vagy gépkocsit vezetnek, kamionokat vezetnek. Ez mind hozzájárul ahhoz, hogy probléma léphet fel. Vagy visszacsatolnék ugye az előző heti műsorunkban, ahol egy kicsit beszéltünk arról az egészséges életmódról, egészséges táplálkozásról, megfelelő testsúlyról, hogy mondjuk a hölgyek esetében nekem konkrétan az ismeretségi körömben volt olyan, akinek nem sikerült a babavállalás, és miután sikerült egy 20 kilós túlsúlytól megszabadulni, utána teherbe is tudott esni a hölgy. Hát igen, mert az okok között talán nem tértünk erre a része ki, hogy csak utaltam a policisztás szindrómára például, az általában azoknál a hölgyeknél alakul ki, akik túlsúlyosak. Közel játszik a cukorbetegség és a diabétesz, és az is hozzájárul ez a folyamathoz. És a túlsúlyos betegeknél a diabéteszes körben ki tud alakulni, aminek ugye a mozgás, nem megfelelő mozgás is hozzájárul, és ha kialakul a politikai során, szóval nagyon nehéz belőle őket kikezelni. És mindenképpen a fogyás, a súlycsökkentés, illetve az aktív mozgás az nagyon sokat jelent, meg a megfelelő diéta, a diabetológusoknak a beállítása, és akkor eredményeket tudunk fölmutatni. A másik pedig például a pajzsmirigyre is nagyon oda kell figyelnünk, mert a pajzsmirigy betegségekre is nagyon befolyásolja a hormonháztartásunkat, hormonális egyensúly, és ha nem megfelelő egyensúlyban van a pajzsmirigy, akkor szintén meddőség alakulhat ki. És érdekes módon ma rengeteg az úgynevezett alulműködő pajzsmirigy, autoimmun betegségként jelentkezik, és ezeket először be kell állítani az hormon értékeket ahhoz, hogy a terhesség bekövetkezhessen. Ahogy említettük, ugye, hogy ez egy év, az egy ilyen kritikus időszak. Mikor érdemes, vagy hogyan tudják fölkeresni a meddőségi ambulanciát? Kell-e hozzá beutaló, vagy hogyan forduljanak oda önökhöz? Hát először is a nőgyászati szakrendeléseken jelentkezni, és a nőgyászati szakrendeléseken, hogyha úgy megtudják, hogy javasolják, akkor nem javasolhatják a meddőséget. Onnan lépnek tovább, és küldik be a meddőségi. Tehát közvetlenül azt nem lehet, hogy csak úgy az utcára belépnek a meddőségi ambulanciánkkal. És hát ez az egy év is, ez, mondtam az elején, ez egy hivatalos álláspont, de ez sok minden befolyásolja még. Mint már beszéltünk arról is, hogy megváltozott a születési kedvű is. Valamikor 25 éves korban estek terbe a hölgyek átlagban, és szültek. Ma 35 éves kor az átlag életkor, amikor vállalnak terhességet. Ez egyébként normális? Hát ez szintén a civilizációval van összefüggésbe hozható, hogy először elvizik az egyetemet, utána karriert építeni, és akkor utána a család. És akkor nagyon kifutunk az időből, és nagyon sokan 35 év fölött, vagy 40 éves korban, még később vállalnak gyermeket. Ilyenkor már sokkal nagyobb az esélye az, hogy nem esik teherbe. Sokkal több betegség kialakulhat, ha mindezt akadályozza. Szóval ezért az időpontot is változtattunk kellett, tehát valamikor azt mondtuk, hogy egy évig kell várni azért, hogy majd a kezeléseket, a vizsgálatokat elvégezzük, de ha valaki 40 évesen jelentkezik nálunk, hogy már egy éve, vagy már nem estek terbe, és mit csináljunk, akkor már nem várhatunk egy évig, hogy próbálkozunk, hogy mi lesz, mert folytatni kell a vizsgálatokat, és a kezelést el kell kezdeni. Úgyhogy felgyorsultak ilyen szempontból az események. Egyébként, hogyha itt az életkorra egy kicsit visszacsatolunk, akkor hány éves korban a legegészségesebb, vagy a legideálisabb egyébként a gyermekvállalás? Hát változatlanul az ami álláspontunk, hogy a 25 átlag életkor a 25 év, tehát 20-25 éves korban a legoptimálisabb. Akkor a női szervezet a leginkább alkalmas, hogy teherbe esen, kiviselje, megszülje a gyermeket.
szövődmény nélkül a terhességet, illetve a szülést is szövődményekben nyújtsa. Tehát most ez a 35, átlag 35 év, ez sokkal több szövődménnyel jár már a terhesség alatt, és a szülésnél is. Főleg, hogyha első gyermekről beszélünk, Első gyermekről. De hát nagyon sokan szülnek ma úgy is, hogy szültek ezelőtt 15 évvel. Tehát fiatal 25 éves korban szültek egy-két gyermeket, és valami oknál fogva újba úgy döntött a család, vagy azért, mert elváltak, és egy újabb párkapcsolat alakult ki, és ezért szeretnének újból gyermeket, és vagy pedig azért, mert a családot bővíteni akarják, de újból vállalnak idősebb korban, és ez sokkal több problémát jelenthet. Arról beszéltünk már, hogy hogyan és mikor érdemes fölkeresni az ambulanciát, hogy ott egy ilyen komplex vizsgálatra számíthatnak, és hát nyilván a Lombik Baba program itt nincs Székesfehérváron, de egy kicsit erről azért egy kis tájékoztatást tudna adni, akit ez esetleg érinthet? Hát sajnos Magyarországon sokat kell válni. Ma pedig nagyon több helyen, Budapesten is több centrum van, van Győrben, van Tapolcán itt a környéken, van Pécsen, ahova lehet jelentkezni, de azt tapasztaljuk, hogy hónapokig kell várni, hogy egyáltalán sorra kerüljenek a kivizsgálások, majd a kezelésre, úgyhogy újabb centrumnak a kiépítésre is szükség lenne. Mi már régóta tervezzük, hogy lehet, hogy szükség lenne Székesfehérváron egy ilyen IVF központnak a kialakítására, mert nagyon sok medvépár van, akik ezt felkeresnék. Tehát akkor lehet, hogy majd egy év múlva, vagy két év múlva, hogyha itt beszélgetünk, vagy néhány év múlva, akkor már arról is be tudunk beszélni, hogy, vagy beszámolni, hogy esetleg akár ez a lehetőség is nyitva van helyben. Mire hívnál fel a párok figyelmét? Hát a helyes életmódra, a időbe történő családtervezése, a prékoncepciális gondozása. Hogyha valakik úgy gondolják, hogy gyermeket szeretnének, és úgy döntöttek, szeretnének, akkor időbe keresni fel egy nőgyászati vizsgálatot, egy nőgyászati rendelőt, ahol egy komplex nőgyászati vizsgálatot végeznek, hogy egészséges-e. Ugyanígy a férfiaknál is ezt javasoljuk. Nagyon fontos a szexuális életnek a megfelelő minősítő élete, hisz nagyon sok, hogyha egy szexuális úton terjedő gyulladásos betegség is alakulhat ki, nagyon sok van sajnos. Ezek mind-mind hozzájárulhatnak szintén a meddőséghez. Tehát nagyon fontos, hogy ne jöjjön létre lehetőleg semmiféle hüvelygyulladás, vagy mélygyulladás, vagy petefészek körüli gyulladás. Ez még megfelelő a szexuális életet igényel, ami a normális körülmények között zajlik le. Illetve még, hogyha nem is gondolkodunk család tervezésben, mert korunkból adódóan nem gondolkodunk, de akkor meg fontos talán arra odafigyelni, hogy ezeket a betegségeket megkezeltessük ki, mert aztán egy szövődményként visszamaradhatott, hogy amikor már anyukák szeretnénk lenni, akkor meg pont egy ilyen kikezeletlen dolog miatt nem sikerül, nem? Igen, nagyon sokan elhanyagolt betegünk. Tehát akik nagyon későn jönnek el a vizsgálatra, és későn kezdjük el kezelni, és ezzel szemben időbe eljönnek, akkor maradván nélkül a gyulladásokat ki tudjuk kezelni, de hogyha nagyon sokáig nem jönnek el a vizsgálatok, akkor is úgy, hogy gyulladások, tárgyok, műtéteket kell végeznünk, és akkor az teljesen reménytelen utána a terhesés. Tehát akkor a tudatosság itt is egy ilyen kulcs szó talán. Fölkészültnél tervezés, tudatot és hát megfelelően információt begyűjteni, és körültekintően a családtervezést megalapozni. Családtervezésben is kérhetik akár a szakorvosok segítségét? Hát a kommunikációra nagyon szükség van. Ugye a szakrendeléseken, mint az ambulánciánkon, ha bármi probléma van, akkor eljönnek is, akkor tájékoztatjuk. De természetesen ebben a kérdésben a házi orvosok is tudnak segíteni, a védőnők is tudnak segíteni, és tájékoztatni a lehetőségekről. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ismét egy kicsit itt a női egészség egyében tölthettük a csütörtököt. Én is köszönöm szépen. Nézőiknek pedig felhívom a figyelmüket, hogy tartsanak velünk itt a fehérvári beszélgetésekben is, és hát egy hét múlva egy újabb témát veszünk majd Górcsi alá itt a stúdióban. Viszontlátásra!